Lábosban sült sertéshúst készítek, bármelyik része lehet a malacnak, ez nekem most egy gyönyörű csülök, hátsó csülök, így fogom elkészíteni. Egy kicsit olyan módon, mint ahogy én ezt Japánban láttam, érdekes módon Japánban egy koreai étteremben, de azért ide van igazítva a mi ízlésünkhöz, azóta is így készítem, nagyon finom. Nézzék csak! Egy fűszerkrémet készítek, bors, só. Nem kell mélyen megijedni, hogy ez ilyen nagyon-nagyon sok. Egy kevés cukor, tényleg csak egy kevés, ez összeharmonizálja az ízeket. Őrölt szerecsendió. Teszek bele egy kis cayenneborsot, ami egyébként kiváltható akár egy kis erős paprikával, egy kis chilivel, hiszen a cayenneborsz is valamiféle chili. Így. Elég is, mert nem szeretném túl csípősre. Nyomok hozzá friss fokhagymát. El is készül. Nyomok hozzá citromlevet. Hozzáreszelem a héját. És kerül bele egy kis piros paprika is. Összekeverem. Egy kis olajjal krémmé alakítom. Itt szója lé is kerül vele. Itt van ez a gyönyörű csülök. A hentes szépen kicsontozta. A bőrét azt, hogy nagyjából le is vágom. Így. Szépen, ez direkt maradt rajta, nagyon jó. Itt van, és most szépen bepácolom. Tányérra teszem. Ezzel a fűszerkrémmel mindenhol bekenem a húst. Félre teszem, hogy egy kicsit érlelődjön. Következő lépés. Levettem a kelkáposztának a külső nagy leveleit, és szépen leforrázom őket. Következő lépésben a sütőtököt készítem elő. Ezt mindig így hámozom, hogy biztos lábakon álljon, mert ettől nagyon félek. Egyszer úgy elvágtam vele a kezem, még fiatalkor. A magos részét pedig egyszerűen héjasan sütöm meg, és ennek a típusú töknek a magját se szedem ki, mert hogyha nagy hőfokon sütik, legalább 230 fokon, akkor szépen megpirul a tök mag is benne, és nagyon-nagyon finom. Ez megy is be a sütőbe. Meggőzölödött a káposzta, ezt is félreteszem, újnyi vastag laskára fogom vágni. Itt van ez a forrázólé, ebbe forráztam le a kelkáposztát. Nem érdemes kidobni, mert ennek is van jó kis íze. Dobok bele egy kis hagymát. Dobok bele gyömbért. Adok hozzá fokhagymát. Megsózom. Kerül bele egy kis szója. Ugye a szója a sós, úgyhogy a szóval és a szójával óvatosan kell bánni. És kerül bele szilvalekvár. Minden finom íz benne van. Itt van a pácolt hús. Ezt is beleteszem. És megy főni. Itt van ez a fantasztikus kelkáposzta levél. Kicsit kihűl. Ilyen laskára fölvágom. És ahol találkozik az ázsiai konyha a mi konyhánkkal, vagy az enyémmel legalább, az ez a fantasztikus füstölt kolbász. Ezt fogom ugyanis alápirítani a kelkáposztának. Megy még hozzá majd lilahagyma, póréhagyma, kelkáposzta, só, bors és kész van. Itt van ez a finom kis kolbász. A kolbászhoz ráteszem lilahagyma, póréhagyma, és fokhagyma is. A fokhagyma is kis szeletekre vágva. És ezt nem pirítom meg, mert nem azt akarom, hogy pirított hagyma legyen, hanem a kelkáposzta, ragú része.
épp hogy csak megmelegszik, és megy rá a forrázott kelkáposzta, ugye ezen már lé nincsen. Ugye be van fűszerezve a kolbász is, megy rá egy kis bors, kevés só, legvégül tudják az a petrezselyem, amit már megszokhattak nyáron kertben termett, összevágtam, lefagyasztottam, és most tökéletesen megfelel a célnak. Már csak összeforgatom. Ez kész van, most már csak a párolt, sült csülköt kell megvárni. Elkészült ez a csülök, igazándiból mondhatjuk úgy is, egy nagy nemzetközi együttműködés végeredménye. Japánban láttam, hogy hogy készül egy koreai étteremben. Én hozzátettem a kolbászos kelkáposztát, ilyenkor pedig szezonja van a sültöknek. Egyenek mindig jól, élvezzék az ízeket. A Facebook oldalamon minden héten hasonló ételeket teszek föl, nagyon érdekeseket. A YouTube csatornámon főzőiskolát is találnak, ott is megtalálják ezeket az ételeket, és további 260. Másmilyen, és az Instagramon pedig kövessenek. Viszontlátásra!